Vonz magadhoz a pénzt. Íme néhány valóban hasznos tipp. Vannak ugyanis úgynevezett pénztárca babonák, amik ha hiszel bennük, valóban vonzzák a pénzt. A bőrtárca. Az örökké népszerű cigányzenész, Horváth Pista megénekelt a bőrtárca előnyét, mely szerint a bőrtárcám, a bőrtárcám, a bőrtárcámban nincsen pénz, de csuhalja, ha nincs benne, de majd lesz benne, jön a feleségem, majd tesz bele, de csuhalja. A bőrtárca természetesen nem csak emiatt menő. A bőr nemes anyag, természetes és tiszta. Ezért akinél bőrpénztárca van, az tartós hosszú távra berendezkedő, jómódú, a pénzre vigyázni tudó ember. Kis buksza, nagy buksza. Vannak, aki arra esküsznek, hogy külön tárcában kell hordani a kis pénzt meg a nagy pénzt, mert az apró pénz felaprítja a nagy címletet. A dolgoknak vannak praktikus előnyei, ám a bankkártyák korában főleg a taxisofőrök és pincérek esetében működik. Piros tárca. Pláne ha bőrből van. Az egyik előadásban, Csillagvirág, ott volt említve a pénztárca színének a fontossága. Valóban a piros szín és a gazdagság összefüggésben vannak egymással. De az kétségtelen, hogy egy piros tárcát sokkal jobban észre lehet venni egy női táska mélyén, mint egy sötétebb színűt. Szerencsepénz és pénzmágnes. A szerencsepénz, amit valamilyen mestertől vagy számunkra fontos embertől kaptunk, esetleg valamilyen különös módon került hozzánk, sorszerű események közepette találtunk, ugyancsak jó pénzvonzó eszköz lehet. Vannak, aki apró nemes követ használnak erre a célra a táskájukban, de olyat is ismerünk, vagy ismertek, aki egy gyerekrajzot őriz a táskájában ebből a célból. A pénzmágnesünk tulajdonképpen bármi lehet. Bármi olyan dolog, ami számunkra a gazdagságot jelképezi és elfér a tárcában. Zöld rizs. Egy időben hatalmas divatja volt annak, hogy szerencse és vagyonhozó zöld rizsszemet tettek az emberek a pénztárcájukba. A feng shui szerint ugyanis, akárcsak a piros tárca, ez is vagyont hozó jelkép. A piramisra hajtott pénz. Az sem mindegy, hogyan használjuk a tárcába tett pénzünket. A kolléganőnk évekig kergette őrületbe a pénztáros nőket a piramis formájára hajtott pénzekkel. Az ő elmélete szerint a piramis energia jót tesz a pénznek. Ezért félbe, majd háromszögre hajtotta a tárcájában a bankokat. Lefejelt pénz. A pénzt nem árt rendben tartani. A pénz rendje pedig a fejjel egymásra fordított, és a nagytól a kicsi felé sorban következő címletekben fogalmazható meg. Ha így tartod magadnál a pénzedet, ha több nem is lesz, legalább mindig átlátod, mennyiből gazdálkodhatsz. Pénzt földre? Soha. A másik legfontosabb pénztárca babona, hogy a pénztárcát soha nem szabad kitenni, letenni, pláne nem szabad a földre tenni, mert az biztos elszegényedéshez vezet. A tárca legyen mindig nálunk, a táskában vagy a zsebben. Üresen és pisisen. A pénz egyik legfontosabb természete, hogy kutyagumiként viselkedik. Oda kerül, ahol már van. Tehát soha ne menj ki pénz nélkül az utcára, mert akkor a néphit szerint lepisilnek a kutyák. Soha ne ajándékozz vagy vegyél át pénztárcát üresen, mert az a tárca szerencsétlen lesz. Mindig tegyél egy érmét az új tárcába, csak úgy vedd át, úgy vett birtokba. Az igazán körültekintők eurót vagy más értékesebb külföldi pénzt tesznek bele. Önmagukban ezek a babonák természetesen nem érnek pénzt kizárólag akkor,
hogyha megtanulod, hogy kell bánni a pénzzel. Abban viszont segítenek, hogy a figyelmedet erre a témára irányíthast. Ismersz már ilyen pénzhozó babonákat? Kimaradt valami? Ha úgy érzed, vagy úgy tudod, hogy a társajodban is lapul valami ügyes pénzvonó babona, kérlek, mondd el egy rövid kommentben.